Azzal a célral vágott neki a bajnokságnak a Baktalórendháza, hogy meghatározó csapata legyen a megyei első osztálymezőnyének. A szezont ennek szellemében indította a Gebri Pár által irányított együttes, az első öt fordulóban négy győzelem és egy döntetlen volt a bakta mérlege, amivel csak rosszabb gólkülönbségének köszönhetően szorult a tabella második helyére. A folytatás azonban egészen másként alakult, a hátralévő tíz fordulóban mindössze négy pontot szerzett a csapat. A háza egy öt győzelemmel, két döntetlenel és nyolc vereséggel a 11. helyen zárt az őszi szezont. Az Egyesület elnöke szerint a sérülések is szerepet játszottak a vártnál gyengébb szereplésben. A keretünk az létszámban megvan, csak sajnos nagyon sok sérültünk volt. Az Ibrány mérkőzés követően Ibrányban volt ez a találkozó, ötöt kellett cserélnünk, négy a sérülés miatt, és sajnos már a mérkőzés végelő 10 perc alatt cserekapusunkat is mezőnyátékosnak kellett behozni, és ezt a rengeteg sérültet nem tudtuk kiheverni. Én azt gondolom, a keret az adott, viszont szívem szerint, ha amikor szakmázunk az edzővel, Palival és Illés akkor mindig abban maradunk, hogy jó lenne három-négy labdarúgót hozni, aki olyan esetben tud segíteni az eredményekben, amikor szükség van rá. Kozma Attila abban bízik, hogy az őszi kétharcúság után tavasszal a bajnokság elején mutatott teljesítményét ismétli majd meg a csapat. A legnagyobb ö, siker, ugye miután az első öt fordulat tehető, ebben ö, minden egyes győzelmünk megsövegelendő, hisz nagyon szép eredményeket értünk el, viszont nagyon bosszantó az ibrányban el elhullajtott pontunk, vagy nyírgyulajban ott hagytunk két pontot. Tehát ilyenkor mindig ö, vannak az emberben tüskék, vannak pozitív dolgok. Talán most az ősz második felében ilyen kipattanósunk volt, bízunk benne, hogy ősszel bepattanósunk lesz. A Baktaló a január elején kezdje el a felkészülést, az egészséges játékosok addig teremtornákon léphetnek pályára.